A zsúfolt strandok, az őrizetlenül hagyott táskák és strandfelszerelések kiváló alkalmat teremtenek a tolvajok számára. Fontos, hogy értékeket, mobiltelefont, pénztárcát, nagyobb összeget ne vigyünk magunkkal a vízpartra. Ugyanilyen veszélyt jelent a véletlenül vagy tudatosan nyitva hagyott ablak, ha nyaralni megyünk. Ez kedvez a besurranásos lopásoknak, mondja a dr. Vitális Ágnes, rendőralezredes. A strandon keressék meg az értékmegőrző szekrénykéket, általában a legtöbb strandon ilyen található, és hogyha visznek magukkal értéket, akkor mindenképpen helyezzék el ott. De egyébként azt is ajánljuk, hogy ha lehet, akkor fölösleges értékes holmit ne vigyenek magukkal a strandra, tehát ott valószínűleg nem lesz szükség egy második, harmadik telefonra, vagy tabletre, vagy esetleg nagyobb pénzösszegre, tényleg csak a minimális értékeket érdemes a strandon magunkkal vinni. Hogyha esetleg nincsenek értékmegőrző szekrények, akkor pedig a társaságból valaki mindig maradjon a csomagokkal, az értékekkel, amíg a többiek fürdenek, addig valaki maradjon kinn a parton és vigyázzon ezekre. Fontos beszélni a gépkocsik nyitva hagyott ablakainak köszönhető lopásokról, autófeltörésekről. Ha az ablak vagy az ajtó véletlenül nyitva marad, nagyon egyszerű dolga van a tolvajnak. Sok magánlakásban, családi házon már vagyonvédelmi kamera is van. A rendőrségnek a bűnözők megtalálása, elfogása esetén sokat segítenek ezen kamerák felvételei. Az utóbbi időszakban több olyan ügyünk is volt, amelyet kamerafelvétel segítségével tudtunk felderíteni. Ilyenkor az elkövető általában látszik a felvételeken, és hogyha ezek a felvételek értékelhetőek, esetlegesen éjszakai felvételeken is jól látható az elkövető, akkor ez nekünk nagyon nagy segítséget jelent. Javasolni szoktuk azt is, hogy lehetőség szerint ugye a kamera egy felvevő egységgel is legyen összekapcsolva, hogy megmaradjanak legalább néhány napig az elkészült felvételek. Olyan rendszerek is vannak ma már a mobiltelefonokon, amelyeken a lakástulajdonos figyelni tudja, mi zajlik az otthonában. Ezeket is érdemes rátelepíteni telefonjainkra, teszi hozzá a Pécsi Rendőrkapitányság megelőzési alosztályvezetője. Az értéktárgyaink megóvása elsősorban saját feladatunk, ezért például a hétvégén július 19-én 8-tól délig ingyenes kerékpár regisztrációt tartanak a Pécsi Rendőrkapitányságon, a Varga Damján utca 3-ban.